korozott borostyánjaimat szeretném önöknek bemutatni. Hát mi az, hogy korozott borostyán, vagy bambuszkoró mellett nevelt, vagy futtatott borostyán? Itt most pont egy ládába pakolgattam így össze, így megmutatom, hogy tulajdonképpen így nagyon szépen kényelmesen lehet őket szállítani. És hát gyakorlatilag mit is jelentenek ezek a korozott borostyánokat? És egyet így kiveszek itt találomra. Hát kérem szépen ezt, hogy van egy nagyon szép erős kapaszkodó növény, ugye egy borostyán, ide leteszem, tehát lehet látni, hogy ugye ezek bizony jellemzően 60-80 cm-es bambuszkarok mellett megnevelt, és már azon is túl nyúló, nagyon szép friss hajtásokkal rendelkező kis növénykék. Tehát amennyiben ön egy ilyen árnyékosabb falat szeretne befutatni, akkor ez a jó választás, ezek a kis karózott borostyányaim tulajdonképpen, és hát lehet látni, hogy mennyire erősek már ezek a tövek, hiszen ott alul nagyon szépen már átszőtték a gyökerek ugye ezt a konténert. Úgyhogy lényegében ezek a karózott borostyányok pontosan azt a célt szolgálják, hogyha ön ezeket leteszi mondjuk ilyen fél méterenként vagy méterenként mondjuk a garázsfala mellé, vagy valamilyen fal mellé, tűzfal mellé, amit be akar futtatni, akkor ezek a karók, ezek tulajdonképpen megmutatják az utat a borostyának, hogy mégis merre fusson majd, csak akkor szépen itt a léggyökereivel, meg itt a kapaszkodó képleteivel nagyon szépen felfut majd a falra. Úgyhogy ilyen karózott borostyánokkal állok a kertbarátok rendelkezésére, akik nem akarnak várni, hanem minél hamarabb azt szeretnék, hogy tényleg egy lomlevelű, de örökzöld, fantasztikus borostyán faluk legyen, azonnak kérem szépen ezt a méretet és ezt a kiszerelést tudom ajánlani.